Az előző videóban azt ígértem nektek, hogy egy autós tartalom fog következni, de mostanában annyira rossz volt az idő, hogy erre nem volt lehetőségem. Így hát inkább felteszek nektek egy találós kérdést. Mi az? Egyszoros érzékelővel rendelkezik, 4K 120 FPS-ben is képes felvenni, és elfér a zsebetekben. Hát persze, hogy az Osmo Pocket 3-ról beszélek. Itt van nálam tehát a DJI-nak a legújabb vlog kamerája, az Osmo Pocket 3, amit a Drónkuckó biztosított számomra. Látogassatok el a weboldalukra, vagy akár menjetek be a mintaboltjukba, ami Győrben, a Cucol Gergely utca 4-ben található. Változatok. Kettőféle kiszerelésbe lehet kapni a Pocket 3-at. Van a normál kiszerelés, és az is van nálam, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tartalmaz maga a doboz. Hát van nekünk benne egy USB-C kábelünk. Itt van egy ilyen kis tokba, egész jó kis védőtok egyébként, maga a kamera, és van hozzá még egy ilyen kis Wi-Fi, Bluetooth, hát ez egy ilyen kis modul, amiről majd mindjárt fogok beszélni, és hát ennyit tartalmaz a normál kiszerelés, és van még a Creator Combo, ami mindezeken kívül tartalmaz még egy kiegészítő akkumulátort, tartalmaz még egy nagy látószögű lencsét, ami körülbelül 15 mm-rel fogja nekünk megnövelni a látószögünket, és van még hozzá egy DJI Mic 2 set is, aminek az az érdekessége, hogy önmagában nem is lehet még kapni, ez csak is a Creator Combo sethez jár. És a Creator Combo változathoz kapunk egy tripodot, illetve egy hordtáskát is. Kinézet. Méreteit tekintve a Pocket 3 egy kicsit nagyobb az elődjeinél. A tetején található egy háromtengelyes fizikai gimbal, a gimbalon pedig egy egyszoros CMOS érzékelő, de erről egy kicsit később. Alatta található egy kétszoros, érintésérzékeny kijelző, ami ráadásul 700 nites fényerővel rendelkezik, ezáltal ugye napsütésben se lesz gondunk azzal, hogy lássuk a kijelzőt vagy sem. Egyébként ez a kijelző eléggé hatalmas. És hogyha ezt elfordítjuk, akkor be is kapcsolódik nekünk ez a kis Osmo Pocketunk, és egyből készenléti állapotban helyezi magát. És az alatt pedig van egy LED indikátor, ami ennek a kis kamerának az aktuális állapotát jelzi. Van itt nekünk egy joystick, amivel tudjuk állítani a gimbalnak a pozícióját, illetve a menüből vissza tudunk lépni, hogyha megnyomjuk ezt a kis gombot. Érdekes tényleg az, hogy ha menübe nem tudunk navigálni ezzel a kis joystickkal, viszont hogyha rányomunk, akkor vissza tudunk lépni. És akkor van egy felvételi gombunk, egy rec gombunk, amivel nyilvánvalóan el tudjuk indítani az aktuális felvételt. Van itt nekünk még a felvételi gomb fölött és az indikátor mellett egy mikrofonunk, ami szemmel láthatólag eléggé széles. És azért érdekes ez, mert maga a Pocket 3 az egy 4 irányú mikrofonnal rendelkezik, és ha itt meg is nézzük, akkor lehet is látni azt, hogy itt is van egy kis lyuk, másik oldalon is van egy kis lyuk, ugye szembe van ez a csík, és itt ezen az oldalon hátul is található egy kis lyuk, ami azt jelenti, hogy 4 irányú mikrofont kapunk. Ennek a minőségét majd meg is fogjuk nézni, és ki is fogunk térni rá majd, mivel ugye említettem, hogy a Creator Combo-ba jár ehhez egy DJI Mic 2 set is. Bal oldalon találunk itt egy feliratot azzal, hogy Pocket 3, és akkor itt a Micro SD kártya bemenetünket is megtaláljuk. Jobb oldalt alul található itt a csuklópántnak a rögzítési pontja. Azt nem is mondtam, hogy egyébként mindkét változatnál van csuklópánt is a dobozba, és kis dolognak tűnik, de egyébként eléggé nagy dolog, mert hogyha mégiscsak kiesik a kezünkből, akkor van, ami megtartja. Lehetünk akár víz felett hajón, vagy akár egy magasabb területen, azért mégiscsak biztonságérzetet tud ez nekünk adni. Ahogy említettem, van nekünk egy védőtokunk is, ami eléggé vaskos és kemény. Úristen, hogy beszélsz? És van nekünk egy ilyen kis védőtokunk is ez a kamerához, és az az érdekes, hogy ha behelyezzük ide, akkor olyan, mintha
Egy kicsit kicsi lenne rágatja. Szóval túllóg egy kicsit itt az egész kis paketunk magán a tokon, és hogyha belakjuk ezt így a zsebünkbe, akkor nem biztos, hogy nem tud sérülni ez a rész. Ez minden esetre ez egy érdekes momentum, főleg, hogyha még rárakjuk ezt a Bluetooth és Wi-Fi modult, mert ez igazából nem egy aksi kiegészítő, hanem ez valójában egy Bluetooth modul, és az még az érdekesebbe, hogyha ez nincsen behelyezve, akkor itt nem találjuk meg azt a csavart, azt az 1/4 szoros csavart, amivel mondjuk tudjuk fölrögzíteni akármilyen tartóra, amivel mondjuk egy kameraállványra vagy bármi ilyesmire, hanem itt egy USB-C, szépen ezt bepattintjuk, egyébként nagyon-nagyon jó és patent, ahogy ez így bepattan, és itt már találunk akkor itt egy ilyen csavar bemenetet, amivel utána már tudjuk rögzíteni. Ugye a Creator Combo-ba pedig kapunk tripodot is, ennél a változatnál nem kapunk, de azért meg tud állni a saját lábán így is, hogyha nem nagyon van mozgatva mondjuk egy asztal vagy bármi, akkor nagyon szépen tud felvenni úgy is, és nem fog eldőlni. És hogyha pedig ezt megnyomjuk, akkor le tudjuk venni. Hát de, hogyha mondjuk, azt mondom, hogy még ezen keresztül is szeretném így beletenni, akkor már eléggé kilóg. Szóval, hogyha ez is fent van rajta, akkor már eléggé kilóg. Bekapcsolás. Hát a használata az mindig is nagyon-nagyon egyszerű volt az Osmo Pakitoknak. Az első változatnak is egy gomnyomásra azonnal felállt. Ez viszont még talán egy hajszányival még gyorsabb, és nagyon érdekes ez az egész, hogy annyi, hogy így elfordítjuk oldalra ezt a kis kijelzőt, és azon nyomban már fel is állt a rendszerünk, és nagyon-nagyon érdekes, és nagyon jól néz ki, és annyira jó, hogy ilyen nagy a kijelzője. DJI mindig ki tud találni valami újat, és azért látszik, hogy azért élen járnak ebbe a dologba is. Szerintem egy nagyon-nagyon jó megoldás. A joystickunknak van egy olyan érdekessége, hogyha már egy kicsikét, már elmozdult valamelyik irányba a gimbalunk, akkor a kétszeri megnyomásával újra fog pozícionálni nekünk, hogyha pedig háromszor gyorsan megnyomjuk, akkor pedig magunk felé fog fordulni. Ez nagyon-nagyon ideális akkor, hogyha például vlogolunk tényleg, és valamit szeretnénk megmutatni, majd utána magunk felé szeretnénk fordítani, és akkor háromszor megnyomjuk, és akkor már mi látszódunk ugye a kamerán. Ez valamire egyszerűvé teszi ezt az egész dolgot. Az elindítása pedig nyilvánvaló, hogyha a Rec gombot megnyomjuk, akkor el fog indulni, és az az érdekes, hogy van itt nekünk egy olyan funkció, hogy azonnal követni fog minket. Láttam olyan videókat, ahol azt mondták, hogy nem követ, már pedig követ még akkor is, hogyha nincsen felvétel, csak itt oldalt, bal oldalon ki kell választanunk azt, hogy igenis legyen egyből a face detection, és akkor látni fogja az arcunkat, és nem kell megnyomni hozzá akkor a felvételi gombot, hanem azonnal ő már követni fog minket, még akkor is, hogyha nincsen megnyomva. De nagyon jó az Active Track 6, mert ugye ez már az Active Track 6 üzemmód, és már ennyire jól fejlesztették ezt az egészet, hogy már itt tartunk már az Active Track 6-nál. De DJI eléggé élen jár ilyen tekintetben is. Akkuidő. Ennek a kis Osmo Pakit 3-nak a belső akkumulátora 1300 mAh, ami nem tűnik soknak, viszont a gyártó azt ígéri, hogy 4K 60fps-nél is tudja a 116 percet, hogyha pedig Full HD-ba szeretnénk csak fölvenni, idézőjelbe csak, akkor pedig már 166 percet ígér. Támogatja a gyors töltési funkciót, ami azt jelenti, hogy 80%-ra 16 perc alatt képes föltölteni, azért ez egy nagy szóán, 16 perc és 80%, azért azt kicsit érdemes ízlelgetni, illetve 34 perc alatt pedig képes 0-ról 100-ra teljes mértékben feltölteni ennek a kis Osmo Pakit 3-nak az akkumulátorát. Egyébként, hogyha nem lenne elég még az az üzemidő, amit ígér nekünk a gyártó, akkor pedig van hozzá egy kiegészítő akkumulátor, amit ugye említettem, hogy csak a Creator Combo-hoz adnak, akkor pedig plusz 65%-kal meg tudja növelni az akkunak a kapacitását, ami pedig több mint 4 órát jelent felvételi idővel,
Na ez már mindenre elég meg kell, hogy legyen. Kamera. Kamera szempontjából azt említettem, hogy egy egyszoros CMOS érzékelőt kapunk, és ez azért baromira vagány dolog, mert egyébként a DJI mostanában ezt az egyszoros CMOS érzékelőt a drónjaiba szokta pakolgatni. 4K 120 fps-sel képes felvenni lassított felvételvel, és ez azért nagyon-nagyon jó dolog, mert vannak olyan profi kamerák, amelyek ezt például nem tudják, csak 60 fps-be, és például nálam, amikor én autós videót csinálok, nagyon-nagyon jól jönne az, hogy 120 fps-be tudok fölvenni 4K-ba, mert abban nagyon szépen bele lehet lassítani, és akkor ilyen szép folyamatos felvételek lesznek, ugyan amikor b-roll felvételeket készítek. Viszont a képalkotás tekintetében nem állunk annyira jól, mivel csak 9,4 megapixeles képeket tud készíteni. De hát ugye, ezt nem is arra tervezték. De az, hogy ennek a CMOS érzékelőnek a rekesz értéke 2, az azért nagyon-nagyon jó, mert minél kisebb ez az érték, annál jobban el lehet mélyíteni a háttér és az arc közötti különbséget, ugye ezt nevezzük bokénak. Autofókusz szempontjából is nagyot fejlődött a Pocket 3. Én emlékszek, amikor nekem még a Pocket 1-en volt, nagyon sokat használtam, és valójában azért is váltam meg tőle, mert ebben nagyon-nagyon gyenge volt. Soha nem találta meg a fókuszt, soha nem találta meg azt, hogy én mit szeretnék felvenni, de valójában ennél már egyáltalán nincsen gond. A 2-esről nem tudom, hogy mennyit fejlődött, és azért ez, aki mondjuk egyedül készít felvételt, ez az Active Track, ez egy nagyon-nagyon jó funkció, és hát én is kipróbáltam ezt az autós videóimnak a belső felvételeinél. És ahogyan ezt az előbb mondtam nektek, például egy ilyen autóbemutatónál is tökéletesen tud működni ez a kis cucc, de azért azt most jelen pillanatban tudni kell, hogy most csak úgy rá van állítva a műszerfalra, szóval hogyha tényleg komolyan gondolja az ember, akkor föl tudja tenni valami olyan fix helyre, ahol mondjuk a mozgástól nem fog leesni, nem fog eldőlni, de azt azért lehet látni, hogy ahogy mozgatom a fejem, azért ez úgy mozog. Úgyhogy ilyenkor is például teljesen jó, mert mutatok például valamit, mutatok egy kormányt, vagy bármit, vagy éppen elfordítom a fejemet erre vagy arra, akkor azért ez egy nagyon jó dolog, hogy ez az Active Track 6, ez végzi a dolgát. Éjszakai üzemmód. Ez azért nagyon-nagyon érdekes, mert van ennek a kis kamerának egy olyan funkció, hogy low light, ez éjszaka nagyon-nagyon jól jön, és akár ISO 16000-re is képes. És megmondom őszintén, hogy csináltam egy olyan felvételt, amikor azt megnéztem, hogy egy iPhone 15 Pro Max és ez a kis kamera között mi a különbség az éjszakai felvételeknél. Kíváncsi vagyok arra, hogy rájöttök-e, hogy melyiket vettem fel a telefonnal, illetve melyiket vettem fel ezzel a kis kamerával.
10 bites színmérsékbe tudja a D-Log M, illetve a HLG színprofilokat, ami ugye akkor tesz nagyon jó szolgálatot, amikor valami lutot szeretnénk ráhúzni, vagy utómunkázni szeretnénk a színekkel, illetve tudja timecode-ot is. A timecode pedig akkor jó, hogyha vannak még DJI eszközelénk, amik ezt tudják, például akármilyen drón, amelyik ezt tudja, vagy pedig például Osmo Action 3 vagy 4. Csupafül. Ennek a kis Pocket 3-nak négy irányú mikrofonja van, ugye ezt említettem nektek, de csak is a Creator Combo-hoz jár a DJI Mic 2 set. És az az érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy ezt a szettet külön nem lehet megkapni, csak egyenlőre ehhez a kis Pocket 3-hoz. És hogy akinek megvan mondjuk a Mic 1-ese, mint ahogy nekem is, azzal viszont nem lesz kompatibilis. De akkor felmerül a kérdés, hogy ha ilyen jó kis négyirányú mikrofon tartalmaz ez a Pocket 3, akkor van-e értelme egyáltalán megvenni a Creator Combo szettet, és mondjuk ezt a DJI Mic 2-es mikrofont csatlakoztatni hozzá? Hát nekem sajnos nem volt alkalmam megnézni azt, hogy ez a DJI Mic 2-es mikrofon hogyan szól, de nekem van DJI Mic 1-es verzió, és azzal viszont megnéztem, hogy mi a különbség a beépített mikrofon és az én mic mikrofonom között. Most megnézzük azt, hogy milyen a mikrofonja ennek a kis cuccnak. És ahogy most beszélek, ez szól akkor ebből a négy irányú mikrofonból. Ugye a kép elég jó. De most azért elég nagy a szél. Most ilyenkor azért elég nagy a szél, úgyhogy most csak mutatom, hogy akkor most jelen pillanatban akkor a Pocket 3-ban szól a hang. És akkor most fogok váltani a Mic mikrofonra, és ez pedig már a Mic mikrofonból szól. Azért gondolom lehet hallani a különbséget azzal kapcsolatban, hogy azért itt a szélzajt ezt nem annyira tudja felfogni. Hát azért azt lehet látni, hogy súgás az van rendesen, a szélzaj mindig az a legnagyobb probléma, a szélzaj. Ha nem azzal van a probléma, soha, hogy nem lenne jó az akusztikája valaminek, hanem az, hogy mindig is a szélzaj nem tudja felfogni, és a súgás az mindent tönkre tesz, és használhatatlanná teszi a hangot. Ugye mind ennek is most jelen pillanatban, és amikor átváltok a Mic mikrofonra, amin egyébként van egy döglött tegér, hogyha látjátok, akkor már mindjárt rendben van. Úgyhogy ez volt ez a kis mikrofonteszt. Hát ennyi lett volna ez az Osmo Pocket 3-as videó. Hatalmasat fejlődött az 1-eshez képest. Én nagyon sokat használtam az 1-est, és most ez hatalmas lépés szerintem, amit letett az asztalra a DJI. És valójában látom azt is, hogy hol tudnám hasznát venni, hogy az autós videóimnál például ez a 4K 120 fps az nagyon-nagyon jól jönne, illetve a belsős felvételeknél is nagyon-nagyon jó hasznát tudnám venni, illetve akkor, amikor egyedül készítem a videóimat, akkor az Active Track 6 az nagyon-nagyon jól teszi a dolgát. Én a Drónkuckának nagyon-nagyon szépen köszönöm azt, hogy kölcsönadta nekem ezt a terméket, és ha tehetétek, akkor viszont látogassatok el a mintaboltjukba, Győrbe, a Cucor Gergely utca 4-be, ahol akár ezt a terméket is meg tudjátok vásárolni, vagy pedig menjetek fel a weboldalukra, ahol szintén ki tudjátok választani akár ezt, akár pedig a Creator Combot, de hogyha más termékeket kerestek, akkor is biztos, hogy rá fogtok találni itt a Drónkuckó weboldalán. És hogyha fölöttem látható kódot beírjátok, akkor pedig 5%-ot kaphattok ennek a terméknek az árából. Ha tehetitek, akkor légy szíves iratkozzatok fel a csatornánkra, mert még mindig nagyon-nagyon kevesen vagyunk. Legközelebb pedig újra találkozunk. Sziasztok!